Köszöntöm a nézőket! A Szubjektívba egy olyan vendéget hívtunk meg, aki agrárközgazdász, egyetemi tanár, számos szakmai munka, tudományos munka készítője, és több szerbiai és nemzetközi szervezet, szakmai szervezetnek a tagja. 2014-ben egy rangos szakmai elismerésben részesült a Vekerle Sándor életművét gondozó kulturális és tudományos alapítvány közgazdasági életműdíját kapta meg. Köszöntöm nálunk a stúdióban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A kedves nézőknek is! Somogyi Sándorral beszélgetünk tehát. Kezdjük az elismeréssel. Miért önnek adta az alapítvány ezt a díjat, és ön hogy viszonyul ehhez? Ezt még én is szeretném megtudni, mert tulajdonképpen ennek a hátteréről gyakorlatilag semmit nem tudok. Amikor valamikor júliusban megérkeztem Amerikából, akkor kaptam egy értesítést, és egy hétig nem is mondtam el senkinek, kivéve a feleségemet. Végeredményben én egész életemben úgy éltem, ahogy Bernard Shaw ajánlotta, hogy lehetőleg ne tüntessenek ki, de amíg már kitüntettek, akkor azt nagy tisztelettel el kell fogadni. Nem tudom, mi volt a háttér, hát valószínű a sok éves, évtizedes szakmai munkám, ami még egyelőre mindig tart. Ja, azt mondtuk, hogy agrárközgazdász, hogy mégis milyen területen tevékenykedett, hogy mi azok a témák, amik foglalkoztatták? Hát én alapjában véve agrárközgazdász vagyok, és a karrierem legnagyobb részébe agrárközgazdaságtani problémákkal foglalkoztam. Talán mondhatnám azt, hogy az utolsó tizen pár évben kezdtem mind jobban ráharapni a közgazdasági tudományok más területeire is, és a társadalomtudományok egyes érdekes szegmensére, például mondom az életminőséget és ehhez hasonló témákat. Hogyan indult a pályája? Arra is kíváncsi, hogyan kezdte, és hova jutott, tehát milyen fázisai voltak, és mi hova jutott el a végén? Hát én eredetileg mezőgazdasági technikumot végeztem Zomborba, és másfél év munka után, gyakorlati munka után, ami a Zabnaticai Ménytelephez és Bácska-Topolyához kötődött, mentem el egyetemre. Na most általános agrármérnöki szakot fejeztem be, hála Istennek, és mint agrármérnök kezdtem dolgozni a szülőfalumba, és hamarosan felfigyeltem egy érdekes jelenségre, hogy az akkor elfogadott minőségi technológiákat alkalmazva viszonylag jó terméshozamokat, eredményeket érünk el, ugyanakkor a gazdasági eredmények nagyon mérsékeltek, és hát felfigyelve erre a problémára elkezdtem kutatni, hogy mi ennek az oka. Így kerültem az agrárközgazdászok közé, de nem nevezném még ezt a periódust annak, hogy agrárközgazdász voltam, hanem utána Topolyán a mezőgazdasági iskolában dolgoztam, tanár, gyakorlatvezető, igazgató, helyettes igazgatóként, és útközben harmadik fokozatra jártam, tehát megszereztem a közgazdasági képesítés magasabb fokát is, és elkezdtem ötvözni azt, amit a mezőgazdaságból tudok meg, amit a közgazdaságtanból megtanultam, és talán ettől a periódustól, vagy momentumtól lehet kezdeni azt számítani, hogy én elkezdtem az agrárökonómia terén fejlődni. Talán érdekes az, hogy én az első periódusban főleg operációkutatással foglalkoztam, tehát tulajdonképpen normatív döntéshozatalt alkalmaztam, akkor még nem tudtam, hogy ezt normatív döntéshozatalnak hívják, azt arra később jöttem rá, amikor döntéshozatal elmélettel foglalkoztam egy bizonyos periódusban, sőt tanítottam is, doktorképzésen, magiszterképzésen különböző helyeken. Nagyon sok kutatásom volt az agrárökonómia területén, eleve
még egyszer ismétlem, az operáció kutatási módszer, tehát lineáris programozás, szimulációs modellek és hasonlók, de ott is egy idő után rájöttem, hogy egy érdekes jelenségre. Nagyon jó eredményeket tudtunk magyarul mondani, kiszámolni, és a kollégák nem akarták alkalmazni. Most én nem részletezném, hogy ki miért nem akarta alkalmazni, ez külön tanulmányokat érdemelt volna, de egyszer volt egy kollégám, aki megmondta, hogy nem képzelett el, hogy én ezt most alkalmazom és bemutatom, hogy eddig nem jót csináltam. Habár avval nem azt mutatta volna szerintem be, hanem azt mutatta volna be, hogy tud fejlődni, és hogy tovább lépett. És tulajdonképpen ez vezetett a döntéshozatal, döntés elmélet területére, hogy az emberek miért úgy döntenek, miért úgy viselkednek a döntéshozatalba, úgy a mindennapi életbe, mint a vállalatvezetésbe, vagy mondjuk a társadalmi életbe. Gondolok itt még a politikai döntésekre is. Nagyon nehezen alkalmazzák, még ha egy jól kiszámolt, vagy megalapozott modellről van is szó, vagy elméletről, nehezen akarják alkalmazni. Ennyi év alatt akkor mire jutott, hogy milyen okok lehetnek? Önös érdek, vagy pedig mi lehet ennek az oka, hogy nem akarják alkalmazni az újításokat? Hát én azt hiszem, hogy az önös érdekek is benne vannak, és benne van az, hogy nem akar ismeretlen területre lépni. Szóval azért saját tapasztalatomból mondhatom azt, hogy ahhoz kell egy bátorság, hogy az ember néha megszokott csapásokon járjon, hanem bemerészkedjen a vadonba és új csapásokat vágjon a vadonba. Jól ezt ki is próbáltam a gyakorlatban Afrikában, amikor ott éltem, meg dolgoztam, de hát szóval ez a mindennapi életben is úgy látszik, hogy így van. Szóval említette Afrikát, merre járt élete során? Gondolom, hogy sok helyen járt is, esetleg a legérdekesebb, vagy a legtanulságosabb élményét, ha elmesélni. Hát Szabadkán voltam a közgazdasági karon tanár és a számítóközpont igazgató helyettese, a Hahn professzorral együtt, amikor jött egy személy, illetve két személy a külügyminisztériumból, meg egy az Energo projektból, és szabályosan kölcsön vettek. Én ezt cinikusan úgy szoktam mesélni, hogy mint az 1800-as években a sokat tudó jobbágyat, azt elvitte a szomszéd főúr is, hogy csinálja meg neki valamit. Elég az hozzá, hogy a Hahn professzor, aki engem nagyon szeretett, én is őt, azzal kért be az irodájába, hogy Sanyikám, sajnos itt van egy olyan ajánlat, hogy nem leszél tovább a helyettesen, mert ezt nem lehet visszautasítani, el kell menned Afrikába. Aztán ez összekötődött tulajdonképpen az én első principálisom, a Mirik professzorral is, mert ennek az afrikai, zambiai birtok alapításnak, szervezésnek tulajdonképpen a lehetőség tanulmányát a Mirik professzor csinálta meg, és az Energo projekt figyelmét ő hívta föl rám, annak alapján jöttek el és kértek el Hahn professzortól. A 18 hónapig tartózkodtam Afrikába, a Mazabuka Farms Management, Farms Limitednek a menedzsere, pontosabban exekutív chairmanje voltam, tehát végrehajtó elnöke a későbbiekbe. Az első periódusban főleg egy 800 hektáros kukorica termelést szerveztem meg, de a munkákkal párhuzamosan tulajdonképpen fejlesztettem tovább az egész projektumot, mert össze-vissza itt egy 110 kilométer átmérőjű területén szétszórt birtok részekről volt szó, ahol valamit kellett produkálni. Tehát azért hívták oda önöket, hogy ott meghonosodjon, jobb termés legyen kukoricából, igen. És hogy ezt elérjék. Egyik oldalról, hogy a kukorica termelés, ami nekünk nem volt idegen, abba is bevezessük azt, amit mi esetleg tudunk. Hát, hogy mi most ennyit tudtunk arról, elég sokat mondott az, hogy novemberben kell vetni a kukoricát, mi meg itt ugye áprilisban vessük. Tehát az első lépésben arra döbbentem rá, hogy amit itt tanultam a kukorica termelésről, annak az alapjait én föl tudom használni, tehát a biológiai
környezettani és egyéb tudásomat, de tulajdonképpen az agrotechnikai kukoricához kötő ismereteimet nem tudom ott alkalmazni. Talán egy érdekes megfigyelés, hogy én már egyre vártam az esőket, és megláttam, hogy a szinte betén beton kemény földet föltöri, egy növény és egy gyönyörű virág kibújik. Nagyon sajnáltam a virágot, amiket nagyon szeretik, de levágtam és elmentem egy angol farmer ismerősömhöz, és megkérdem, hogy mikor szokott ez a virág itt kibújni ebből a beton kemény földbe. Azt mondja, érdekes, maga csak pár hete van itt, azt mondja, még már 30 éve, és maga azonnal megfigyelte azt, amire mi nagyon soká jöttünk rá, hogy ez a virág akkor dugja ki a fejét, amikor pár napon belül következni fognak az esők. Na, aztán ott zuhog az eső úgy, hogy néha naponta ugye 40-50 milliméter is leesett. De hát persze nagyon sok más ilyen élményem is volt, ugye, ami nem csak a kukorica termeléshez kötődött. Az egészről van egy hatalmas fotodokumentációm, színes diák, amelyeket később beszkenneltem ma már, tehát DVD-ken található, és hát nagyon szívesen emlékszem arra a periódusra, az életperiódusomra vissza. Remélem, egyszer lesz alkalom megnéznünk őket. Úgy tudom, hogy tanít is, nem is egy helyen. Merre tanít, milyen tantárgyakat? Hát tulajdonképpen az úgynevezett állami egyetemeken az oktatást abba hagytam 94-ben, amikor hazajöttem Keszthelyen, ahol 12 évig voltam vendégtanár, és hát alapjába véve itthon a Fábusz magyar tagozatán folytattam az oktatást, elsősorban menedzsment és menedzsmenthöz kötődő tantárgyakhoz, tehát menedzsment elvei, stratégiai menedzsment, változás menedzsment, és így tovább. De lassan ezeket is adom át a fiatalabb munkatársaimnak, akiket sikerült már ebbe a munkába megfelelő szintig bevezetni. Milyenek találja a mai fiatalokat? Tudástomjasak, szorgalmasak, és egyáltalán mennyire találják meg a helyüket az életben, versenyképesek-e a mai fiatalok? Érdekes kérdéskör, a válaszok nem annyira egyértelműek. Egyik oldalról én nagyon jól meg vagyok a hallgatókkal. Annak ellenére, hogy nagyon nagy a korkülönbség közöttük, hát ide-oda én már majdnem 80 éves vagyok. Én is szeretem a hallgatókat, úgy érzem, hogy ők is vonzódnak hozzám, szívesen járnak az előadásaimra. Van nekük egy panaszuk, hogy nagyon szigorú vagyok. De hát mondtam nekik, gyerekek, nem kell panaszkodni, én már több mint 40 éve szigorú vagyok, és érdekes, én nagyon jó bírom, hogy ti hogy bírjátok, nagyon könnyen fogjátok bírni, hogyha tanultok, és ha dolgoztok. Tudásszon, ez egy érdekes kérdés, mert ma nagyon sok helyről lehet tulajdonképpen tudást szerezni, és persze, hogy a mai fiatalokat könnyebben megszerezhető tudás például az internetről és hasonló forrásokból. De ez általában mindig jellemző volt a fiatalokra, hogy az alapvető tudást, tehát a bázikus tudást azt egy kicsit nehezebben fogadták el mindig, mert azt azért nagyon meg kellett szenvedni. Én is olyan voltam egyetemista koromban, de én azért magamba szívtam. A mai fiatalok a tudásért tanulnak, vagy azért, hogy mit tudom, mert hogy mindenkinek kell, hogy legyen most már diplomája, vagy azért, mert csak ezzel tudnak elhelyezkedni, tehát miért tanulnak, mit gondol? Mind a kettő igaz a egy-egy rétegre. Nagyon sok egyetemistám van, akin megfigyelem, hogy a tudásért tanul. És olyan dolgok után érdeklődik, aminek nekem is utána kell még néznem. De van egy nagy szám olyan egyetemista, aki elsősorban a papírért tanul, mert ma kell a diploma. Sajnos a diploma se jelent beugrót a nagyon kis számú munkahelyekre. Én el is mondom a hallgatóimnak, hogy van körülbelül 7,5 milliárd ember a Földön.
van 2 milliárd 400 millió körülbelül munkahely a jelen pillanatban. Na most számoljuk kell, hogy hányan fognak egy munkahelyért harcolni a mindennapi életbe. Ők is tudják, hogy nehéz az élet, nehezek a mindennapok, de azt hiszem, hogy ez az információ mindig meg is hökkentette még őket. Térjünk rá Vajdaságra egy kicsit, és a vajdasági gazdasági helyzetre, vagy a mezőgazdasági helyzetre, hogy tetszik, mert ugye ön agrárközgazdász. Ugye részt vett ebben a vajdasági gazdaság és térségfejlesztési programban, illetve annak a kidolgozásában. És gondolom, hogy ennek az a célja, hogy itt valamilyen gazdaságfejlesztést tudjanak véghez vinni. Mit csinált ebben a programban? Tulajdonképpen a programban a VMS elnöke Pásztor István és a projekt vezetője Nagy Imre professzor, barátom, társam, kollégám, ahogy akarják, hívtak meg azzal a feladattal, amit tudják, hogy én az átlagostól sokkal jobban tudok, szót ellemzéssel, hogy megalapozni a stratégiai tervezést. Na most egy viszonylag okos elgondolás született, nem a részemről, ezt úgy emlékszem, Pásztor elnök úr mondta ki, hogy ez egybe káderképzés is kell, hogy legyen. Na most ebbe a 16 tagú csapatba, akikkel én dolgoztam 2,5 napig, szinte éjjel-nappal, körülbelül fele volt úgynevezett tapasztaltabb tervező, mondjam úgy, hogy kollégák, akikkel egyébként is sokszor együtt működtem az eddigekben, meg hát ezután is remélem, és a másik fele pedig fiatalok voltak, akik, hát az elsősorban az volt a feladat, hogy tanuljanak egy ilyen csoport munkából, hogy hogy megy tulajdonképpen a csoport fejlődés, mert ma nem az egyéni teljesítmények fontosak a mai világban, hanem a csoport munka. Mert hát lehet egy farkasnak mondják a kibernetikusok, nagyon nagy az információ tartalma, de azért a farkas csapat az az erősebb. Tehát a mindennapi munkában is ez van, hogy nem az egyéni teljesítmények, hanem a csapatmunka is, annak a teljesítménye a fontos. Részt vett a SWOT elemzésben, ennek a programnak a SWOT elemzésében. Melyek vajdaság erősségei, gyengeségei, milyen lehetőségek vannak, vagy mi az, ami veszélyezteti, ugye ezt a négy dolgot írták össze, feltételezem én. Tehát mit lehet erről tudni, mire építhetünk itt Vajdaságban? Hát ezt én nem hiszem, hogy fejből el tudnám most egész pontosan mondani, viszont én nem szeretek pontatlan lenni. Ez minden le van írva, persze az erősségeinkről talán el tudom mondani, hogy az egyik erősségünk például a termőföld. De azért nem kell magunkat elzabáltatni, mert például a humusz szint már a mi termőföldjeinkben nagyon lecsökkent. Nincsenek már mi nekünk olyan humusztalaink, mint vannak például Ukrajnának, Kazahsztánnak, Oroszországnak, mit tudom én, tehát sztyeppe sávba tőlünk, hogy úgy mondjam, keletre. Az mellett ugye van egy kiváló paraszti földműves rétegünk, akik tudnak termelni, tudnak dolgozni, akarnak dolgozni, és vannak megfelelő feltételeink úgy időjárást illetően, mint egyebekbe, de ugyanakkor ugye nagyon nagy gyengeségünk az, hogy a mezőgazdaság, gép és egyéb ellátottsága teljesen leépült. A traktorparkunk, a gépeink nagyon öregek. Ezek nem is működnének, hogyha a mi mezőgazdasági termelőink, meg a mi megmaradt mestereink nem lennének annyira szemfülesek, ügyesek, hogy mindent meg tudnak még csinálni. Jól érzem én, vagy jól látom-e, hogy nem eléggé építünk az erősségeinkre, hanem valahogy úgy elveszik az ujjaink között, mint a homok elfolyik. Tehát nem használjuk ki a lehetőségeinket úgy, ahogy kellene. Nincs rá elég pénzünk. Ez az alapvető kérdés. Nincs elég pénz, hogy beruházzunk a vajdasági mezőgazdaságba. Az, hogy majd ide jönnek az arabok, és oda eladjuk nekik a földjüket. Hol van az ő földjük? Ő náluk is volt valamikor termőföld.
Ott volt például Irakban Mezopotámia, hol van az a földjük? A milyenket is úgy fogják megőrizni? Miért nem csak azt vállaltuk föl, hogy majd mi az ő pénzükkel, de a mi szaktudásunkkal és egyebekkel termelünk az ő számukra azt, ami ő nekik szükséges. Meg lenne az állandó piac is. Na de hát ebben nem tudok beleszólni, nem vagyok politikus. Ez már politika, gondolom én, ez egy magas politika. Mi dolgozik mostanában? Mi az a téma, ami foglalkoztatja? Most jelen pillanatban, hát magánszorgalomból újra az angol nyelvvel nagyon sokat foglalkozok, hogy felerősítsem az angol nyelvtudásomat újra. A másik jelenleg éppen egy beszámolót írok a fenntartható fejlődésről az egyik novemberi konferenciára, és ez is hát nagy mértékben érinti ezt a problémakört is, amiről itt beszéltünk, de nem annyira vajdasági részletekre térek ki, mint globálisan közelítem meg ezeket a problémákat, mert nem is lehet másképp megközelíteni. Hiába teremtünk Szabadka környékén példának mondom fenntartható fejlődést, ha a világ más részein az nincs. Az, ami rossz, az szétterjed. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. További sikert kívánok, meg kitartást és egészséget. Köszönöm szépen különösen az utóbbit. Somogyi Sándor agrárközgazdász egyetemi tanárt láttuk vendégül. Önöknek köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.